Most délután kívánok, Kostának Tibi vagyok, első éves kultúra antropológus hallgató. Tibi azt mondta itt egyébként szünetben, hogy tegyek manelet közben, de azt hiszem, hogy ezt ki fogjuk hallani. Bár Péter László nagyon boldog, de ezt ki fogjuk hallani. Először beszéljünk először arról szeretnénk beszélni, hogy én miközben van a manelethez. Tehát én körülbelül 10 évvel hallgatom, éppen hova délutánonként, és még mindig nem tudom, hogy szeretem-e vagy utálom, igazából ez a jövő titka. És tavaly írtam néhány komoly elemzést a maszol.ro-ra, amiben a különböző motivumokat és erkölcsi mondani valóját elemeztem ki a manelenek, úgyhogy ezért foglalkozom most ezzel a témával. Itt a török hódoltság idején a 16. században a katona dalokat énekelték a janicsár együttesek és a lírai dalokat is, és a lírai dalokat hívták így, hogy manel. Amiket aztán később a roma zenészek, az úgynevezett leutárok vettek át a törököktől. A török nemesi ízlését felvevő román bojárok pedig tartottak házi zenekart, akiket úgy hívtak, hogy tarafok. És a tarafok tagjai voltak a leutárok, akik számos hangszeren tudtak zenélni. Ugrunk egy jó nagyot, a 19. század közepétől pedig a különböző német és lengyel tánczenéket, illetve a román népzenei elemeket vették át ezek a bizonyos leutárok. A leutárokat akkor már a populáris zenéket játszókra mondták, akik nem tudnak ottát olvasni. A tarafok pedig azok játszottak mindenféle családi eseményenek, az esküvőkről, a bármíg, ami családdal kapcsolatos, és egyébként ez a mai napig így van. Jött a csúnya időszak, 44-89 között a nagyon nacionalista korszakban nem lehetett nekik csak tiszta hagyományos népzenét játszani. Kicsit leugrom, a fertőzött folklór terjedését azt pedig igyekeztek megakadályozni. Tehát volt a tiszta hagyományos népzene, és ezzel szemben a nagyon csúnya fertőzött folklór, amit a 70-es években elterjedt nyugati pop és a szerb mulatos úgy piszkított be. Ez nem szabadott igazából játszani. Ennek ellenére készítettek illegális felvételeket, és elkezdték árulni a fekete piacon. És igazából igény volt rá, csak nem lehetett ezt nagyon hallgatni. Ez az úriember, ez Nikolaj Niculescu Vera, aki 90 után aztán kiélte magát, és megírta az egyetlen manelet, amelyik a Ceausescu-ról szól. Az a címe, hogy Ceausescu kriminálum, és arról beszélt, hogy volt egy rendszerváltás, hála a jó égnek, demokrácia van, és ez a szemétláda meghal. Nagyjából erről szól az ő dala. Három diskurzus van arról, hogy hogyan gondolkodunk a manelistákról. Az egyik az osztály alapú, amelyeket a legitimizlés mentén különítünk el, tehát a kulturális értelemben vett elit ezt a legitimizés nevében elhagyja, nem fogadják el ezt a fantasztikus zenét. Van az etnikai alapú, amelyik arról szól, hogy mivel többségében roma zenészek játszanak, ők a leutárok, ezért nyilván ez is problémát okoz, illetve a nemzeti alapú, amelyik a Ceausescu-i korszakra utal, a román nemzeti kultúra ellenségét fedezik fel ebben a szép műfajban. A manelista sztereotípiája, de ezt mindenki valószínűleg így gondolja itt is, ez az alsó osztályban való a műveletlen, a rossz ízlésű, az, aki a rendszerváltás után nagyon gyorsan és ki tudja, hogyan meggazdagodott. A manelistáknak a dalszövegei is, garantálom, hogy így van, nagyon egyszerűek, a bennük levő életstílus és értékrend pedig deviáns. És van egy nyelvész hölgy, Rodica Zafiu, aki pedig azt mondja, hogy a nyelvezetük nem vulgáris. Ez valóban így van, nem szoktak csúnyán beszélni, viszont a gondolkodásmód igen. És ez itt fog kiderülni, hogy miért. Van ez a hüntáre, tudom, rosszul lehetem az übetűt, nem így kell román rejteni, nem tudom, hogy kell, mert székelyföldi vagyok. A hüntáre az azt jelenti, hogy ez az esemény, ugye, mint a 19. századi leutároknál is, a különböző családi események a vendégekben, a klubokban, akkor nagyon sok pénzt össze tudnak szedni, arról is fogok beszélni, hogy mennyit. Két pénzforrás van itt, az egyik a tarifa, vagyis a díjazás. Ez egy fix ár, amit meghatároznak. Például Gucának 10.000 euró szerény összeg, amit ő össze tud szedni egy éjszaka. Ez csak az úgynevezett hivatalos, amit kap egyébként zsebben. Van viszont a spága, vagyis a vesztegetés, pontosabban a dedikáció nevű pénzforrás, ami arról szól, hogy
az adott lautár oda megy a chefhez, és akkor a chef, a boss, a mafiózó, nem tudom még hogyan nevezem, ő mondja neki, hogy kinek kell, kit kell igazából dicsérnie, vagy hogy mit kell mondjon az emberekről, és akkor osztogatja a pénzt, és akkor a lautár pedig a lautár az hangosan mondja is, hogy mennyi pénz, hogy osztott, egy euró, és akkor azt teszi zsebre, így is nagyon sok pénzt össze lehet szedni, igazából néha előfordul, hogy nagyon becsicsennek ezek a főnökök, és olyankor nagyon sok pénzt dobálnak el. Madaristának volt olyan, hogy kiverték belőle reggel, miután kicsit kihozanosan, olyan sokat tekeresett. És van itt egy népzenetudós, akinek a neve, és nem mondom el, mert hülyén fog hangzani, ő azt mondja, hogy a lautároknak, ők igazából megtanulták azt, hogy kell úgy manipulálni a közönséget, hogy minél több dedikációt ki tudjanak húzni belőlük, mert az minél több euró. És ez a nép zenetudós azt mondja, hogy a klipekben sem magukról énekelnek ezek a buca egyébként, és éppen nem tudom hány eurót vagy lehet tart a magasba, és ez a boss, az a fekete. És ilyen ő a főnök, aki adja a pénzt, és mondja, mit kell énekelni, vagy kit kell dicsérnie. Tehát igazából a klipjeikben, amikor arról beszélnek, hogy ők mekkora mafiózók, meg milyen magángyerekek, nem azt akarják, illetve nem arról szól lesz, hogy ők saját magukról mondják ezt, hanem azt akarják, hogy mi hallgatók is éljük bele magunkat ebbe a szerepbe. Kávé, mint ő, az a fekete inges. Kocsos, ez már buca, kicsit meg van hízva mostanában. Igazából, ja, és ezt az úriembert úgy hívja, hogy a pénzügyminiszter. Ez a szép neve az úriembernek. Az alvilág arra használja a lautárokat, hogy a saját életstílusát és a saját vagyonát, amit összekapart nehéz munkával, azt közzé tegye. Tehát igazából klipeket forgatnak az otthonukban, hogyha jól olvastam, mutogatják, hogy milyen szép a kerítésük, van egy ilyen videó is, ahol gyakorlatilag az arany oroszlánkát filmedik a kerítésre fel, hogy nem vicces darabot. És ja igen, és a gyerekeikről és az unokáikról is vannak nagyon szép dolgok. Bucának van egy 2 milliós vagyona, 3 palotája Petrosányban, ami nem tudom, hogy a vagyonának, a 2 milliósnak a része, mert megoszlanak a vélemények, de van ugyanakkor Bukarestben 2 ingatlanja és egy luxus negyed, ez a szép családja van, amelyik a lánya, azt mondom, a palota, ez csak az egyik palota. Itt van, ne, ez még nem, Florin Szarámnak 1,3 eurója van, ő kicsit eldrogoztam, utána a felesége meghalt, vagy elváltak, elnézést, ezt most nem tudom. Ő biztos még emlékszik, nagyon sokat drogozott, aztán leszünk majd róla. És ez a magas termeti úriember, Abi Minuje, akinek szerint 11 villája és 13 autója van. És akkor próbáltam nagyon tudományosan összeszedni neveket, nem tudom, mondja meg, hogy tehát különböző városnevek vannak, a Jean de la Krajová, meg a Brunnen de la Timisoara, a Kosztelis de la Fogsány, a Bogdan de la Cruz, ezt sokan ismerik. Vannak a régiók mentén, a Dani Princúba, Napulúj vagyok, Simona Princesa a Moldovai, vannak a külföldi nevek, a Bogdan de la Madrid, van az egyéb, ez a laza kategória, a Koster Bizsú, Szorin Talent, Adrian Milunet, ismeri Pali Bizseli, egy Szevi Szufrede Cigán. És csináltam egy kategóriát a Florinok, csak Adi Florinban. Diablo, Szalám, Milunet, Churchill, Fermekhát, Universal, és akkor van egy magyar hölgy, Daniela Györfi. Vannak viccek, amikről mondták, hogy mondjam el, és jogos, hogy nagyon rasszisták és nagyon gonoszak, nem is fogom felolvasni, mindenki olvassa el hátul is. De igazából azt mutatta meg, hogy mit gondolnak az emberek a madaristákról. Csúnya viccek. És ennyi mondta, és ugye már hogy a Manele az a többes szám, a Manele az egyes szám, de van, aki nagyon többes számban szeretni a Manele.